NATO csúcs megerősítik az Észak-Atlanti Szövetség keleti szárnyát, kulcsfontosságú szerepet kap Románia. Hídavatás. Emberáldozatot még nem követelt, de lassan életveszélyesnek minősíthető a Maros híd vásárhelyen. Lovas ünnep. Hatodik alkalommal vágtáztak a székely lovasok háromszék szívében az óriás pince tetőn. Köszöntöm Önöket a híradóban! Jelentősen megerősíti keleti szárnyát az Észak-Atlanti Szövetség, ebben Románia is kulcsfontosságú szerepet vállalt. A varsói NATO csúcs legfontosabb célkitűzésére, a keleti szárny megerősítésére sikerült pontot tenni, nyilatkozta Klaus Johannis. A román államfő sajtótájékoztatón ismertette a legfontosabb döntéseket, ezek között kiemelte Lengyelország csatlakozását a romániai nemzetközi katonai egységhez, de a kölcsönösség jegyében Lengyelországba telepítenek egy román századot. Nemzetközi katonai egységünk lesz. Eddig a csúcs találkozón bejelentette csatlakozását az egységhez Lengyelország egy századdal, és megerősítette jelenlétét Bulgária egy zászlóaljjal. De folytatjuk a tárgyalásokat más szövetségesekkel, és jók a kilát. Románia is vállalja a felelősséget és századot, illetve logisztikai támogatásra szakosodott csapatot telepít Lengyelországba. A lengyel nemzetvédelmi miniszter bejelentette, az ország vadászgépei még ezen a nyáron részt vesznek a NATO bulgáriai és romániai rotációs légtérellenőrző missziójában. 2017-től pedig amerikai csapatok is érkeznek még Romániába, közös gyakorlatozás végett. A varsói csúcs találkozón egyébként arról is döntés született, hogy a szövetség közvetlen szerepet vállal az Amerikai Egyesült Államok vezette iszlám állam elleni koalícióban. A NATO-Európai Unió megállapodások értelmében továbbá megerősítik a szövetséges erőknek az Európába irányuló illegális bevándorlás és embercsempészet elleni harcban való részvételét is. Nem adhatja el Románia egyetlen kavicsát sem a Csolos kabinet. Ideiglenes kormányként ugyanis erre nincs felhatalmazva. Ezt Liviu Dragnea nyilatkozta. A PSD elnök szerint, amennyiben a kormány úgy dönt, hogy áruba bocsátja az ország valamelyik stratégiai fontosságú vállalatát, sürgősségileg összehívják a parlamentet, és bizalmatlansági indítványt nyújtanak be ellene. A Csolos kabinet korábban a hidroelektrika és az olténiai energetikai komplexum privatizációját, a későbbiekben pedig néhány hazai sóbánya áru a bocsátását helyezte kilátásba. A Szociáldemokrata Párt parlamenti csoportja egyébként már dolgozik egy törvénytervezeten, amely a következő 5 évre betiltana minden privatizációs eljárást. Egyre rosszabb állapotban van a marosvásárhelyi Maros híd. Több mint 3 évtizeddel ezelőtti átadása óta ugyanis a tartó szerkezete jelentősen meggyengült, az autós forgalom a hídon pedig egyre nagyobb. Több ezer gépjármű halad át naponta a Maroson átívelő hídon, amely Marosvásárhely északnyugati részét köti össze az Egyesülés lakónegyeddel. Ez pedig jelentősen rongálja a még 1985-ben átadott hidat. A létesítmény keresztgerendái bomladoznak, a befolyó víz pedig a betonréteget is kikezdte. A Maros megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője szerint mielőbb engedélyezni fogják a híd feljavítását, mert az egyre kritikusabb állapotban van. A híd alatt is látszik, hogy esős időben beszivárog a víz. Nem annyira nyáron veszélyes ez, mint inkább télen, amikor a jégtelenítés céljából használt só és homok a vízzel együtt repedéseket okoz, és így szivárog be a víz. A javítási munkálatokat a megyeközponti városvezetés hirdette meg. A hídon ugyanis a gondok akkor kezdődtek, amikor azt a városháza újra aszfaltozta, de a szigetelési munkálatokat nem végezték el. Dolgozni kell a tartókábelek felújításán, illetve a híd felhajtóján és lehajtóján is, a Kossuth utca és az Egyesülés lakónegyed között, de javítani kell a tartóoszlopok szerkezetén, illetve a vízszigetelési berendezésen. 1985 óta ugyanis egyszer aszfaltoztak a hídon, az elsődlegesen letett aszfaltréteg eltávolítása révén pedig érintették a vízszigetelési berendezést, amelyet teljesen újra kell építeni. Ahhoz, hogy a munkálatok rajtulhassanak, szükség van a Román Vasúttársaság engedélyére is, hiszen a híd alatt vasútvonal húzódik. A városvezetés leghamarabb jövő év márciusától látna hozzá kivitelezéshez, amelyet azonban Európai Uniós támogatásból valósítana meg.
kihirdette Klaus Johannis államfő az úgynevezett szupermarket törvényt. Ez azt írja elő, hogy a szupermarketek polcaira kerülő friss élelmiszerek legalább 51%-át rövid beszerzési láncon keresztül kell biztosítani. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hazai vagy helyi gazdaságokhoz köthető termékekkel legyenek. Emellett a húsárun fel kell tüntetni a származási országot, és azt is, hogy a feldolgozott hústermék milyen arányban tartalmaz romániai nyersanyagot. Az 51%-os szabály 6 hónap múlva lép érvénybe, a hústermékekre vonatkozó címkézési szabályok pedig csak az Európai Bizottság véleményezése után. A romániai nagykereskedelmi üzletláncok egyesülete már korábban tiltakozott a törvény ellen, sőt, boltbezárásokkal is fenyegettek. Közeledik a 2016-2017-es felvételi időszak, amelyre a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem is készül már. A következő tanévtől új mesteri szak is várja a diákokat, de a felvételi követelményekben is vannak módosítások. Sajtótájékoztatón számoltak be az elmúlt tanév megvalósításairól a Sapientia MTE Marosvásárhelyi karán. Idén megújították az intézmény akkreditációját, immár minden szak akkreditálva van. Ősztől környezetvédelem és monitoring mesteri is várja a hallgatókat, de hangsúlyt fektetnek a külföldi kapcsolatokra is. A Debreceni Egyetemmel közösen folytatják az angol nyelvű jogászképzést. A kolozsvári mesteri, ez tulajdonképpen a jogászoknak a továbbképzése. Beálltunk abba a sorba, hogy az a legjobb, hogyha a hallgatóink nem elmennek külföldi egyetemekre, hanem külföldi egyetemekkel közösen hozzunk létre mesterit. És így működtetünk majdnem minden mesteri szakot. Újdonság ugyanakkor idén, hogy a műszaki szakokra kötelező írásbeli felvételit vezettek be. A diákok matematika, informatika és fizika tantárgyak közül választhatnak, egyikből kell bizonyítaniuk tudásukat. Ennek célja, hogy jobban ki tudják szűrni, kik jelentkeznek az egyetemre és mennyire komolyak a szándékaik. Megjelent egy új jelenség, a diákok az első vizsga után azonnal visszavonják az irataikat és itt hagyják az egyetemet. Hogyha egy ilyen egyszerű vizsga, amit aki sikeresen érettségizett, nagyon könnyen teljesíteni tud, lehet, hogy elgondolkoztatja, és azokat engedi előtérben, akik valóban ide akarnak, ön is akarnak tanulni. A felvételihez szükséges iratokat július 18-ától kezdődően adhatják le a diákok. A műszaki szakokon kötelező írásbeli vizsgára július 25-én kerül sor. Egész napos munkabeszüntetés lesz kedden az önkormányzatoknál a közalkalmazottak sztrájkja miatt. A helyi közigazgatásban dolgozók szakszervezete 25%-os béremelést, valamint vakációs utalványokat és ebédjegyeket kér. Az önkormányzatoknál már múlt kedden is volt egy egyórás munkabeszüntetés. Pénteken tárgyalásokat folytattak a munkaügyi miniszterrel, ezek azonban nem vezettek eredményre. A sztrájkhoz csatlakozott polgármesteri hivatalokban és megyei tanácsoknál kedden nem lesz ügyfélfogadás. Továbbá a szakszervezeti vezetők azt mondják, ha a keddi sztrájk se vezet eredményre, július 19-től meghatározatlan ideig beszüntetik a munkát. Kárenyhítési támogatást kérnek a méhészek, a rossz időjárás miatt ugyanis veszteségesnek ígérkezik az év. A hegyvidéken gazdálkodóknak még mindig etetniük kell a méh családokat. Az eső miatt gyengén sikerült a méhcsaládok tavaszi fejlődése, az akácvirágzás alatti hideg miatt pedig nem tudtak elegendő nektárt gyűjteni a méhek, hiába repültek ki a melegebb napokon. Hasonlóra évek óta nem volt példa. A méhészeknek így több tonna cukorszirupot kellett megetetniük a méhcsaládokkal. Sima Ferenc méhész híradónknak elmondta, emiatt kárenyhítési támogatást kértek. Hasonlót kaptak néhány évvel ezelőtt is. Az összeg azonban elhanyagolható volt. Hogy mély családonként 4 kiló cukrot, 4 vagy 5 kilót lehetett vásárolni, és akkor a méhész számlával kellett bizonyítsa, hogy mennyi cukrot vásárolt, és azon cukor ellenértékének egy bizonyos százalékát visszafizették a méhészeknek. Tehát én, ha jól emlékszem, nagyságrendben egy pár lej jutott családonként, tehát nem egy nagy összeg. Sima Ferenc szerint az utóbbi 10-15 év leggyengébb méhészeti évéről beszélhetünk. A szezon még körülbelül másfél hónapot tart, a napraforgóról így nagy valószínűséggel be tudják hordani a méhek a téli szükségleteiket. Azoknak a méhészeknek azonban, akik csupán otthon tevékenykednek és nem vándorolnak a családokkal,
Minden bizonnyal veszteséges lesz ez az év. Lemhényi lovas újrázott a székely vágtán, aki három székelyföldi társával együtt a budapesti nemzeti vágtán is rajt hozzáhat. A Magsa községhez tartozó óriás pince tetőn 6. alkalommal szervezték meg a legnagyobb erdélyi lovas versenyt. Kézműves vásár, lovasíjász, lovastornász, valamint huszárharci bemutatók és természetesen lószerető székelyek. Ez fogadta a háromszék szívébe látogatókat a hétvégén. Bár az óriás pincetetőn szervezett székelyvágtát kulturális fesztiválként emlegetik, igazából egy kétnapos székelyföldi lovasünnep, amelyben a gallop versenyszámok számítottak a fő látványosságnak. Mikor az ember feljön az óriás pincetetőre, és tényleg látja ezt a gyönyörű szép panorámát, és ebben a környezetben ezek a fiatal leányok, legényekről lóháton versenyeznek azért, hogy a nemzeti nagy megmérettetésen székelyföldet képviseljék, van ennek egy nagyon erős szellemi töltete, nyilván erős érzelmeket mozgat meg az emberekben. A székely vágta futamát a gyergyószárhegyi Fazakas Géza bukása miatt újra kellett indítani. Így a második futamban a tavaly előtti győztes, a lemhényi Zsigmond János és Timpex Amata nevű lova futott elsőként célba. Nagyon jó sikerült, hál' Istennek maximálisat teljesítettünk. Éppen lejöttünk a pályáról úgy a lovon, mint én. Hál' Istennek nincsen semmi baj sem. Nagyon kemény volt a futam. Jól jött össze minden. A 6. székelyvágtára 31 székelyföldi település nevezte be lovát és lovasát. Budapesten Lemhény, Régy, Mikóújfalu, valamint a szervező település jogán továbbjutó Sepsiszentgyörgy lovasai képviselik Székelyföldet. Idén először válogató versenyt rendeztek a Csiszlói Állami Ménes által benevezett román résztvevők számára is. A győztes Romániát képviselheti a Nemzeti Vágta nemzetközi futamán. Gyerektábornak adott otthont a hétvégén a Maros megyei Nyárátszent László. A Gézengúzok gyermekfesztiválra 0 és 12 év közötti gyerekeket és szüleiket várták gazdag programkínálattal. Dobolni tanulnak a gyerekek az első Gézengúzok gyerekfesztiválon. A háromnapos rendezvényen a legkisebbektől a nagyobb gyerekekig mindenkire odafigyeltek. Úgy alakították ki a programkínálatot, hogy mindenki jól érezhesse magát. A fő célcsoportunk az a 0-12 éves gyerekek voltak. Ennek megfelelően próbáltuk a játékokat is úgy összeállítani, hogy azért mindenki hozzáférjen bizonyos játékokhoz. Nyilván van, ami nehezebb, van, ami könnyebb, de erre a gyerekek szerintem jól ráéreznek, és ki tudják választani maguknak azt, ami a korosztályuknak megfelelő és teljesíthető. A gyerekek számos népi és fajátékot kipróbálhattak. Mindenki önmagáért játszott, saját magával és nem társaival versenyzett, amit nagyon élveztek. Volt, de még olyan, hogy be kell dobni golyót, és 160-at kell, és akkor kigyűjtettem. Egyszer pont 160-at csináltam. Az ügyességi játékok teljesítéséért a gyerekek úgynevezett petákokat kaptak, melyeket kézműves tevékenységekre válthattak be. Megtanulhattak kötni, vagy kipróbálhatták, hogyan készülnek az agyagedények, de számos más műhelyben is kiélhették kreativitásukat. A szervezők a szülőkről sem feledkeztek meg. Nekem már nagyobbak a gyermekeim, úgyhogy az elején azt gondoltam, hogy hát lehet, hogy ebből kinőttünk, de még mindig van olyan téma, például a gyermekirodalom, színvonalas gyermekirodalom, ami kinőhetetlen tulajdonképpen, tehát ami továbbra is megszólítja a szülőket is. Volt például író-olvasó találkozó Zágoni Balázzsal, de a magyar kutyafajtákkal is megismerkedhettek a résztvevők. A változatos programokat kínáló fesztivált a szülők hiánypótlónak nevezték, míg a gyerekek azt mondták, jönnek jövőre is. Útnak indultak hétvégén a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium bicikli túrájának résztvevői, akik Krakkóig mintegy 700 kilométert kerékpároznak. Az expedíciót 11. alkalommal szervezték meg. Narancssárga láthatósági mellényekkel felszerelt diákoktól volt népes a János Zsigmond Unitárius Kollégium szombat délelőtt. Indulásra készültek az idei 11. biciklitúra résztvevői.
50-en vagyunk, 700 kilométert biciklizünk Rakkóig, 10 nap alatt jutunk el oda, közben történelmi Magyarország felvidék várait, nevezetesebb helységeit megnézzük, hogy áthaladunk, egész jó biciklivel átgurulni ezen. 41-en vannak biciklin, 9 társam van, aki biztosítja a csapatnak a biztonságos előrehaladását. 36 új diák van a túrán különben, akik először jönnek, és nagyon-nagyon jó csapat, 2 próbatúrán ezt felmértük már. Buglárka is azok közé tartozik, akik először vágnak bele a túrába, barátnőivel közösen készült az alkalomra. Próbáltunk mindig dombos területeken menni, és általában olyan 20-30 kilométert. A Jézső Lukács csapatához idén első alkalommal egy magyarországi iskolából is csatlakozott 4 diák. Zsolt, amikor itt jártunk, mesélt erről a túráról, és azonnyomban megtetszett nekünk, főleg amikor mondta, hogy aki gondol, jelentkezhet, szóval rögtön a kivezető útunk a teremből hozzávezetett. A túrázókat szülők és hozzátartozók kísérték el induláskor, akik szerint ez az út sok szempontból nyújt tapasztalatot a résztvevőknek. Felnőtt érésben ez nagyon sokat számít, ez a túra, és azért, hogy egy csapat legyen, és hogy komolyabban gondoljanak arra, hogy mégis van egy társ, egy barát, egy társaság. A biciklitúrások július 22-én autókkal érnek vissza Kolozsvárra az egyirányú biciklis expedícióról. Bolgár győzelem Szebenben, sporttal folytatjuk a híradót. Portugália nyerte a labdarúgó Európa-bajnokságot. A luzitánok hosszabbítás után Éder góljával 1-0-ra győzték le a házigazda Franciaországot. Portugália először jutott fel bármely felnőtt labdarúgó torna csúcsára. 2004-ben hazai pályán bukták el a döntőt az akkori meglepetés csapat Görögország ellen. A sors visszaadta nekik azt a veszteséget. Jenei Imre, a román és a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint a portugálok győzelme meglepetés. Én őszintén mondom, hogy én azt mondom, hogy a franciák fogják megnyerni, mivel hogy otthon is játszottak, a közönség velük volt, ugye. De hát kérem szépen, a labdarúgás. Az a csapat nyert, mondanám, amelyik szerencsésebb is volt, el kell is venni ezt, és ugyanakkor több küzdő erejük volt nekik, mint a franciáknak. Sovány végasz a franciáknak, hogy 6 találatával a francia Antoine Griezmann lett a labdarúgó Európa-bajnokság gólkirálya. Málnási József Attila nyerte a Salzkammergut hegyi kerékpáros maraton ifjúságiak számára szervezett versenyét. Európa legnagyobb hegyi kerékpáros versenyén 42 nemzet több mint 4500 résztvevője mérte össze erejét. Véget ért a 6. alkalommal megszervezett szebeni kerékpáros körverseny, amelynek győztese a bolgár Nikolaj Mihajlov lett. Az 5 napos versenyt 104-en fejezték be. Az olasz Davide Vigano nyerte a szeben kör utolsó szakaszát, amelyen a román Eduard Grosso 3. lett. Összetettben a bolgár Nikolaj Mihajlov nyert, a legjobb romániai kerékpáros Szergej Cvetkov és a legjobb sprinter Krista Daniel a Tusnád Cycling Team kerekese lett. Sebestyén Szabolcs szerint az idei szeben kör nagyon nehéz volt. Egy nagyon nehéz periódusom vagyok túl, ugyanis 30 nap alatt 21 versenynapunk volt. Ez a mi mini Tour de France-unk, úgy is lehet mondani. És ez volt a haba tortán, nagyon hosszú szakaszok voltak, nagyon sok munkánk volt. A verseny legjobb hegyi menőjének járó zöld mezt a cseh Daniel Kurek kapta, míg a csapatversenyt a CCC Sprandi Polkovice lengyel csapat nyerte. A csíkszeredai Tusnád Cycling Team 19 csapatból a 9. helyen fejezte be a versenyt. Ez volt a híradó, mutatjuk a keddi időjárás részleteit, viszontlátásra!